Továbbra is szoros a női röplabda extra liga élmezőnye. A második MÁV előre és az ötödik Fátum Nyíregyháza között mindössze 3 pont van 3 fordulóval az alapszakasz vége előtt. A mieink szombaton Újpesten lépnek pályára, és van miért visszavágni. A lilák novemberben 3-2-re győztek a Continental Arénában, és elvitték a 2 pontot Nyíregyházáról. A Fátum Adrián Csilinszky vezetőedzővel még veretlen, a Magyar Kupában is a legjobb 4 közé jutott a csapat. A kupa meccsen remekül játszott Asli Antivero, aki akkor 13 pontot szerzett. Keményen dolgozunk az edzéseken, hiszen egy újabb fontos mérkőzés jön az Újpest ellen a hétvégén. Szeretnénk ezúttal is győzni, mondta Asli Antivero. Szabó Lili számára különleges lesz a találkozó. A nyíregyházi nevelésű röplabdás korábban játszott a liláknál. Nagyon szeretnénk nekik visszavágni, főleg a hazai 3-2-es vereségünkért. Nyilván lesz bennem egy kis druk, hiszen volt csapatom ellen játszok, de igyekszem majd a legjobb formámat hozni. Ivana Jeremics sérülése szerencsére nem súlyos, rá is számíthat a szakmai stáb. Apropó szakmai stáb, a korosztályos válogatottnál az Újpest trénere Horváth András és a Fátum másodedzője Pampuk Csaba még egymás mellett dolgozott a napokban, most viszont ellenfelek lesznek. A szombati mérkőzés 19 órakor kezdődik Budapesten, a Honvalej.tv pedig közvetíti a találkozót.